Nagyon szépen köszönöm a csatornatagoknak, srácok, lányok a támogatást. Ha ti is szeretnétek csatornatagságot vásárolni, megtaláljátok a linket a leírásba. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Tényleg nagyon sokat segítetek azzal, hogy napi szinten tudjak streamelni, illetve videókat tudjak készíteni nektek. Elgondolkodtatok ti is azon, hogy szeretnétek csatornatagságot vásárolni, akár már 200 forintért is tudtok, illetve kaptok rangot a Discord szerveremen is, úgyhogy csekkoljátok le, ott van a leírásban. Folytassuk is a videót. Sziasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban. Ebben a videóban szeretném bemutatni nektek azt, hogy visszatér nekünk a Blue Protocol, és hogy pontosan mire is számíthatunk. Úgyhogy nem is húznám tovább, srácok, lányok, a szót, vágjunk is bele, röviden tömören összefoglalom nektek, hogy ez mit is takar, és mire számíthatunk, mire várhatunk, illetve a videó végén el fogom mondani a véleményemet. A Blue Protocol japán szolgáltatásának megszűnéséről szóló 2024-es augusztus végén közzétett megrendítő hírek után most van egy reménysugár, amelyet megoszthatunk mindenkivel. Megerősítették, hogy a Blue Protocol PC-s és mobil változata fejlesztés alatt áll a Shanghai Bokura Network Technology CO Ltd. Által, amely részben a Tencent által finanszírozott projekt. A harmadik teszt most zárult le, és különböző kínai közösségi médiákon és fórumokon a tesztelők lassan felvedik a játékról szerzett információikat. Az elmúlt napokat azzal töltöttük, hogy összegyűjtöttük az összes elérhető információt, és már megosztjuk veletek a részleteket. Még mindig sok ismeretlen tényező van, és a Tencent Bokura hivatalosan nem erősítette meg, vagy cáfolta a jövőbeni tervét azután, hogy a japán verziót törölték, olvashatjuk a Twitter posztban. De mire várhatunk, és mire számíthatunk a játékkal kapcsolatban? A következő információ minden egyes részlete jelentős mértékben változhat, és olvasás közben is így kell kezelni, mivel ez egy folyamatosan változó termék, amely jelenleg zárt beta fázisban van. A fejlesztők már jelezték, hogy a következő tesztelési fázisra jelentős változtatások várhatóak. Általános és technikai részletek. A játék MMORPG-ként van megjelölve és játszható lesz PC-n és mobileszközön. Egy karakter fiókonként, az ultravált széles képernyős támogatás megerősítve, egy újabb beta teszt is megerősítve, pontos időpont még nincs. Ez lesz a játék negyedik tesztje. A művészi stílus nagyon hasonlít a japán verzióra, de a modelleket úgy alakították át, hogy hasonlítsanak más mobil játékok karakterejéhez, például a Honkai Star Rail és a Genshin Impact karakterejéhez. A harcrendszer gyorsabbnak tűnik, hasonlóan a népszerű akcióharc mobil játékokhoz. Az összesítésben a testreszabás és a jelmezek jobban néznek ki, mint a japán verzióban. Célzás segítő rendszer és egygombos gombok be is kikapcsolhatók. Az eredeti verzió zenéjének keveredékét tartalmazó új OST-t található benne. A PC-hez ajánlott rendszerkövetelmények megegyeznek a japán verzióival, RTX 2070, ami azt jelzi, hogy a grafikák és a vizuális elemek legalább olyan jók lesznek, mint a japán változatban. Új típusú kiegészítők is felfedezhetők, például száj kiegészítők. A mobilos és a PC-s vezérlők per vezérlési elrendezések között lehet váltani. A játék tartalmaz egy szintlépési per újonc útmutató könyvet, amely segít a fejlődésben és bizonyos mértékot követnél további anyagokkal jutalmaz. Van egy teljesítményrendszer, amely lényegében az Adventure Boards karantáblák helyét veszi át. Néhány teljesítmény egyedi jelmezekkel jutalmaz. Aukciós ház. A kereskedelem tárgyai közé tartoznak a fegyverek, felszerelések, Battle Echo, anyagok, kézműves anyagok, fejlesztési anyagok és jelmezek. A fő kereskedelmi valuta a Luno, játékbeli valuta. Ezt át lehet váltani kötött Rose Orbs-ra, prémium valuta, melyeket más játékosok listáznak. Minden játékosnak van egy Adventure Card azonosítója, hasonlóan a japán verzióhoz. A jelmezek előnézete lehetséges. A jelmezeket festeni lehet, és bizonyos karakter megjelenését testre szabhatjuk egy színkerék segítségével. A színkerék hexkódot használ, egyelőre nem ismert, hogy a hexkódot manuálisan lehet-e szerkeszteni, azonban a színkereket szabadon lehet használni egérrel per ujjal. PC-n akár 120 FPS-en is fut, mobilon pedig 60 FPS-sel garantált. Néhány küldetés kozmetikai tárgyakat jutalmaz. A kameramód tartalmaz egy selfie opciót, vagy egy nyelvbeállítás az opciók között. Az ételek nem halmozható buffokat vagy gyógyító hatásokat nyújtanak, néhány ruhadarabot és kiegészítőt le lehet gyártani, amelyekhez energia, megfelelő anyagok és tervrajzok szükségesek. Van egy táncolási lehetőség a főváros tér teleportjánál. Léteznek a goldnál magasabb minőségű tárgyak, piros, ötös szintű, de még nincs implementálva. Gacha és prémium részletek. A gacha jelmezekre összpontosít és 100 húzás után pityi rendszert biztosít. Tudom, ez furán hangzik, de tényleg ez van ideírva.
Négy különböző ritkaság létezik, a legmagasabb ritkaságban találhatóak a jelmezek. Bizonyos Battle Pass szintek energiapotikat is adnak, az energia a kézművességhez szükséges, és természetes úton újra töltődik. Minden szezonbérlet különböző szezonális teljesítményeket tartalmaz, ez az Adventure Board rendszer helyettesítése, és ez az új szezon kezdetén visszaáll. Minden szezonbérlet tartalmaz ingyenes és fizetős verziót. Jutalmakat és címeket kaphatsz a teljesítmények erőre haladása alapján. A cím rangjai jelvényeken keresztül jeleníthető meg. A jelvényeket fejleszteni lehet, és a fejlesztés javítja a játékos statisztikáit, valamint különleges buffokat ad. A fejlesztési anyagok a cím rangjainak növelésekor kaphatók, vagy megvásárolhatók a szezonbérletboltban. A jelvények fejlesztésekor a fejlesztési anyagokat és a szezonpontokat BPP kell felhasználni. Guild részletek. A Blue Protocol Star Resonance C-rendszere komoly felújításon ment keresztül, teljesen új tartalmakkal, amelyek korábban nem léteztek a japán verzióban. A kínai verzióban rendelkezésre áll egy saját C-ház, közös raktár és több funkcionális terület, ahol a C-tagok együtt fejlődhetnek. Hírnév NPC. Utalmakat, például fejlesztési anyagokat biztosít, a hírnév növelése anyagok adományozásával történik. Gyakorló bábuk a C-házban. Áldás forrása. Buffokat biztosít a C-tagok számára, nem tisztázott, hogy globális vagy személyes buff, illetve manuálisan kell frissíteni. Heti C-es tevékenységek. Konyha főzéshez. Az akvárium, amelyben a tagok által fogott halat lehet elhelyezni, ez bevezetésre került a C-tutoriába, de még nem került megvalósításra. C-kereskedők. Egyedi képkeretek. A C-ház falain, amelyeket a játékban készített képernyő mentésekkel lehet személyre szabni. Megosztott raktár a C-tagjai számára. A C-emblémája testre szabható. A C-tagok számára kezdetben 40 főre van korlátozva. Hangalapú csevegés C-hán belül, amely kikapcsolható. Karakterfejlődés és felszerelés. A Blue Protocol Star Resonance játékban a felszerelés 11 elemből áll. 4 páncélszlot, fej, mellkas, kesztyű, csizma, egy fülbevaló, egy nyaklánc, 2 karkötő, egy talizmán, egy gyűrű, egy fegyver. A páncét és a fegyvereket nem lehet kraftolni, kizárólag lootként vagy egyéb jutalmak útján szerezhetőek be. Hasonlóan a Lost Ark Ability Stone mechanikájához, a játékban fel lehet szerelni olyan tárgyakat, amelyek több nódot tartalmaznak minden affixhoz. Ezek a nódok ritkaság függvényében lehetnek pozitívak vagy negatívak, és az affixek véletlenszerűen generálódnak, RNG alapúak. Fontos, hogy a felszerelés és a fegyvereket csak dungeonokban lehet megszerezni, és nem érhetőek el játékbeli áruházakban. A dungeonoknak van napi belépési korlátja, így nem lehet végtelenül farmolni őket. Az ekók egy erősítési rendszert használnak, ahol a duplikált ekótárgyak elhasználásával garantált a fejlesztés. A képességek fejlesztéséhez anyagokra van szükség, amelyeket például field bossok legyőzése után szerezhetsz. A felszerelés és fegyverek fejlesztőek duplikált tárgyak felhasználásával, hasonlóan a Lost Ark minőségi sávjához. A tökéletességi pontszám 51-ig növelhető, ahol minden fejlesztés garantált stat növelést eredményez. Ezt követően azonban az értékek véletlenszerűvé válnak, lehetőség van csökkenésre is. Klasszok. A játék zárt beta tesztjében 7 elérhető osztály van, mindegyik különböző fegyverrel és szerepkörrel. Az alábbiakban összefoglalom ezeket. Csindlovag DPS, fegyver láncsa. Iglas, healer, fegyver mágikus gyűrűk. Jégmágus DPS, fegyver jégpálca. Istenvadász DPS, fegyver íj. Aegis lovag DPS, fegyver kard és pajzs. Nikana DPS, fegyver, tacsi, katonaszerű fegyver, nagypengéjű őrző tank, fegyver, nagypenge. Az egyes osztályoknál a képességek fejleszthetők és a fejlesztések garantáltak, amennyiben rendelkezel szükséges anyagokkal, nincs RNG. Néhány anyagot felszerelés szétszerelésével vagy játékbeli áruházban vásárolhatsz meg. További részletek az osztályokkal kapcsolatban. Talentfa rendszer. Minden osztály saját talentfával rendelkezik, amely passzív képességeket nyújt. A talentfa 3 szint mélységű, és a tesztelők szerint legalább 2 különböző irányba ágazik szét. Szabosztályok. Nem megerősített. Az egyes osztályok 3 különböző talentfával rendelkezhetnek, ami különböző szabosztályokat eredményezhet. Ugrás és siklás képességek. Ezekhez külön képességfa tartozik. Az osztályok 3 fix képességgel rendelkeznek és 3 szabad hely áll rendelkezésre, hogy bármelyik képességet beállíthatod az osztály képességfájából. Minden osztály egyedi próbát kap, amely hasonló a japán verzió kalandrang tesztjeihez. Ezek a próbák egyéni kihívások. Minden osztályhoz egy fix elem tartozik, ami egyszerűbbé teheti az elemi rendszert a japán verzióhoz képest.
A karakter szintje változatlan, de az osztálytalent szintjét külön kell fejleszteni. Content és dungeonök. A játék tartalmában több hasonlóságot mutat a japán verzióval. Az alábbiakban a főbb részleteket foglaltam össze. Glory coinok, GC és medálok. Ezeket cserélheted be kosztümökre és egyéb jutalmakra. Csapatkereső. A japán verzióhoz hasonlóan itt is lehet looking for group posztokat listázni. Dungeon nehézségi fokozatok. Két szint van, alap és nehéz. Az alap dungeont egyedül is teljesíteted, de magasabb nehézségekhez legalább 3 játékos szükséges. Nehéz módváltozatok. A nehéz dungeonöknek van hard és extreme verziója is. Buff affixek. A nehéz mód dungeonben választhatsz különböző buff affixeket, ha rendelkezel megfelelő tárgyal. Aitások. Ha egyedül mész be egy dungeonbe, a játék 3 mesterséges intelligenciájú csapattársat rendel melléd. DPS, tank, healer. Score alapú jutalmak. Bizonyos nehézségeken elért pontszámok további jutalmakat nyújtanak. Új játékmód. Egy 4 játékos akadály verseny, ahol 3 másik játékossal versenysz célvonal eléréséért. A jutalom különböző karakterfejlesztési tárgyak. Raid tartalmak. 20 fős raidek, amelyekhez legalább 12 játékos szükséges. Bossmechanikák. A dungeon bossok mintázatok alapján támadnak és külön vizuális jelzésekkel lehet előre látni a speciális támadásokat. Iframe dodge mechanika. Bizonyos támadások elkerülések olyan speciális animációval jelzi a játék a tökéletes kikerülést. Perfect dodge. További feladatok dungeonökben. Extra jutalmakat adnak opcionális feladatok teljesítésért. Raid bossok. Külön hozzájárulás mérő mutatta a teljesítményt hasznosabb healer osztály számára, a jutalmakat a hozzájárulás alapján osztják ki. Dobókockás loot. Minden játékos dob egy kockával a lootért és a győztes viszi a jutalmat. Zónák. Itt azt írják a fejlesztők, hogy a játékban kevesebb töltőképernyő található, ami sajnálatos mondom még mindig azt jelenti, hogy lesznek töltőképernyők a játékban, ugye ez a japán verzióban sajnálatos módon elég idegesítő volt és nem tetszett a játékosoknak. Illetőlegesen találhatóak lesznek úró, parkör, illetve glájdolós feladatok a játékban, ezek különböző területeken lesznek elérhetőek. Gyűjtés és főzés. A szörnyek által elrejtett tárgyak, gyűjtögetett anyagok és horgászással szerzett elemek felhasználhatóak a főzéshez. A főzés energiát igényel, amely idővel természetesen visszatöltődik. Energiaitalok. Ezek megvásárolhatók lesznek a céges boltokban. Horgászat a nyílt világon is lehet majd horgászni. Kincses ládák. A nyílt világban található ládák minél események teljesítésével nyithatók meg, hasonlóan a Genshin Impact rendszeréhez. Falfutás és terepmászás. Hasonló mechanikákat találsz a népszerű gacsa játékokban, mint a Genshin Impact és a WoW-a. Siklás és sprint képességek. Ezek bizonyos térképpontokon kell megszerezni, és időkorlátosak 30 nap. A lejárat után a játékosnak vissza kell térniük a megfelelő helyekre, hogy újra megszerezzék ezeket a képességeket, még nem megerősített információ. És akkor térjünk át a kedvenc részemre a videóban, a saját véleményemre. Azt mindenféleképpen vegyük alapul, hogy ne legyenek nagy elvárásunk a játékkal kapcsolatban, hiszen tapasztaltuk azt, hogy nagy elvárásunk volt a Blue Protocollal kapcsolatban, majd pedig ugye az európai megjelenést konkrétan lelőtték, illetve az sem utolsó szempont, hogy vágok ide most nektek be képeket, hogy a játékot még mielőtt úgy döntöttek, hogy lelövik teljes mértékben az európai megjelenést, és majd leállítják Japánban a szervereket, csak hogy lássátok itt a képen, hogy egész konkrétan milyen fizetős tartalma kerültek a játékba, így gyakorlatilag meg tudtad venni azt, hogy a karaktered 70-es szintre felfejlődjön. Tehát vettél valamit, amivel te gyakorlatilag szintet léptél a játékba igazi pénzért, és ez csak habatortán televágták pay-to-win-es tartalmakkal a játékot, ami valószínűleg ez okozta egyébként a játék vesztét, illetve azt, hogy a japán játékosoknak ugye nem tetszett a szerver. Egyébként én erről egy régebbi videómban beszéltem, és hát ugye be is igazolódott. De hogy nekem mi a véleményem? Nos, hogyha ténylegesen igaz, amit mondanak, és már pedig ez azt jelenti, hogy a játékban jelenleg nincsen pay-to-win-es tartalom, kizárólag csak kozmetikai itemek, illetve az, hogy a játék nem tűnik repetitívnak, televágták új contenttel, legalábbis ezt mondják, hogyha ténylegesen amiket leírtak, amiket itt bemutattam, amiket felolvastam nektek, ezeket beteszik a játékba, szerintem egy jó játékról beszélünk. De nem feltétlen egy jó PC játékról. Ugye én olyan játékról még nem tudok, ami megjelent mobilra és számítógépre, és számítógépen sokan játszanak, vagy mondjuk többen játszanak, mint mobilon. Tehát például a Kokair ott van a Tower of Fantasy, ami mind telefonon, mind számítógépen jól teljesít, összerakva is. Viszont érződik a számítógépes verzión, hogy ez nem feltétlenül egy számítógépes verzió. És hogyha ezt is itt ebben a játékban érezni fogjuk, az mit jelent? Nem lesz annyira durva a grafika,
a menürendszer egy kicsit másabb lesz, mint amit megszokhattunk egy PC-s játéknál, illetve a játék felvezetése, küldetése, menürendszere is inkább egy gacsa telefonos játékhoz fog hasonlítani, amit én, ismétlen én személy szerint nem szeretek, és hogyha én érezni fogom a játékon, hogy egy mobilos játék, egy mobilos változat, és csak át van alakítva PC-re, akkor nem hiszem, hogy sokáig fogok játszani a játékkal. Viszont hogyha nem érezteti veled a játék, hogy márpedig ez egy mobilos játék, márpedig ennek mobilos elrendezése van, akkor viszont egy jó játéknak nézzünk elébe, csak tényleg tartsák magukat ahhoz, amiket itt leírtak, illetve remélem, hogy akkora változtatások nem lesznek az eredeti Blue Protocol és a telefonos PC Blue Protocol között. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy a játék mikor fog megjelenni és hogyan lesz. Ha lehetőség lesz beta-alfa tesztelésre, igyekszek beszélni a fejlesztőkkel és csinálni nektek belőle tartalmat. Addig is, srácok, lányok, mindenféleképpen dobjátok le a komment szekcióba, hogy nektek tetszik-e ez az irány, mi a véleményetek róla, csalódtatok-e, amikor a Blue Protocol bejelentette, hogy bezárja a szerverét és nem lesz európai megjelenés. Örültök-e ennek, hogy ez most meg fog jelenni? Mindenképpen írjátok le a komment szekcióba, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!